Lakatos Nikolett énekel a Láj 2 idei előválogatóján. Ő az egyik továbbjutója a felnőtt ének kategóriának a Nyíregyházi tehetségkutató versenyen. Akkor inkább elmegyek, elmegyek, soha vissza nem jövök, nem jövök már. Iskolába járni muszáj, akkor is, ha fáj. A million lives in a million samples. Ők nem jutottak tovább most, de szintén színvonalas produkciót adtak elő. Az ének ifjúsági kategóriában már a kisebbek is indulhattak, hiszen kibővítették a jelentkezési korhatárt, így egy kategóriába kerültek a 10 és 16 év közöttiek. A rendezvénynek a Váci Mihály Kulturális Központ adott otthont, melynek igazgatója Mészáros Szilárd elmondta, az első Lájkra is sokan jelentkeztek, ez a másodiknál is így történt, és ennyi tehetséges gyerek láttán már a harmadik megszervezésén gondolkodnak. Tavaly az első alkalommal hirdettük meg, és olyan fantasztikusan jó sikerült itt a nyíregyházi diákság körében, hogy tulajdonképp már akkor ígéretet tettünk, hogy ennek lesz folytatása. Már a tavasszal meg is hirdettük, ősszel erre egy kicsit ráerősítettünk, és úgy látom, hogy az idei is nagyon jó színvonalú. A zsűri tagok között szerepelt Tamás Attila, a Vikár Sándor zeneiskola igazgatója, aki elégedett volt a látott produkciókkal. Az első Lájknak a tapasztalata alapján nincsenek már olyan zenei szélsőségek, és mindenki, aki idejön, tudja, hogy ő milyen kísérettel szeretne jönni, és úgy látom, hogy felkészültek már nem csak az a selejtezőre, hanem a továbbiakra is. A zene kategóriából 5-en, a tánc kategóriából 14-en, a vers és próza kategóriából szintén 5-en, ének kategóriából pedig 15-en jutottak tovább a középdöntőbe, amelyet november 26-án tartanak. Az álmok foltos indián lován, egy táltott szív remeg a konyha kín.